A lakosság védelme érdekében külső védelmi terv készítésére és gyakoroltatására kötelezettek azok a települések, amelyek vonzás körzetében úgynevezett felső küszöbértékű, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik. Székesfehérvár is rendelkezik külső védelmi tervvel, amelyet az esetleges vészhelyzetek könnyebb felszámolása érdekében évente részlegesen, 3 évente pedig, ahogy idén is, teljes körűen gyakorolnak a szakemberek. Az idei komplex gyakorlás a közreműködő szervezetek számára szervezet eligazítással kezdődik, majd belső tűzvédelmi gyakorlatot tartanak a Móra Agro Kft. Fehérvári telephelyén. Ezen a napon 10 óra 50 perckor a város általános és középiskoláiban, valamint a felsőoktatási intézményekben tűzriadó gyakorlatot tartanak. Napközben kétszer, 10 óra 50 perckor és 11 óra 40 perckor szólalnak meg város szerte a lakossági tájékoztató szirénák. Az első jelzésnél egy szöveges tájékoztatót hallhatnak az állampolgárok, ezután következik a katasztrófa riadó sziréna jele, amely egy 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos sziréna hang. A gyakorlat végén hangzik el a második szöveges tájékoztató a gyakorlat befejezéséről, majd a veszély elmúlt sziréna jel hallható, amely kétszer egymás után megismételt, 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú sziréna hang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel. A szirénák megszólalása ezekben az időpontokban csak a rendszer próbája, a lakosságnak semmilyen teendője nincs.